Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, egy kis beszélgetés lesz a Linuxról, már pedig a tévhitekről, az elterjedt téveszmékről, téves gondolatokról fogok beszélni. Az elmúlt időszakban, bár lehet, hogy én vagyok egy kicsit érzékenyebb ilyen témára az elmúlt időszakban, bizony elég sok érdekes megjegyzést, tévhitet, vagy csak simán az emberke, aki ezt terjesztette, tudatlanságából eredő véleményt olvastam, hallottam a Linux-szal kapcsolatban. Párat összeszedtem, és kifejtem a szubjektív véleményemet. Vegyétek komolyan ezt a szubjektív szót, hiszen én 13 éve használok felhasználói szinten Linuxot, nyilvánvalóan kialakult egy vélemény, de szubjektív. Ez a szubjektivitás abból adódik, hogy én kedvelem a Linuxot, megtaláltam benne az ideális, számomra ideális operációs rendszert, és hát bizony ez torzítja az elképzelésemet a Linuxról. Más embernek más elképzelése is lehet a Linuxról, hiszen ő neki, ha esetleg nem jött be, nem tetszik, nem ért hozzá, vagy egyszerűen csak nem is akarja használni, nem is érdekli ez a dolog, akkor más elképzelése lehet, és ugyanolyan jó elképzelése lehet a Linuxról, mint operációs rendszerről. Pár olyan gondolatot osztok meg, amit gondolját. Nyilvánvalóan, hogyha te már Linuxozol egy éve, akkor ez az előadás, ez a beszélgetés számodra totál fölösleges. Hiszen már kialakult a jó vagy rossz véleményed a rendszerről. Ha te már használtál Linuxot, és úgy döntöttél, hogy vészes gyorsasággal visszatérsz a Windows alá, vagy a Macintosh alá, vagy Androidot használsz a telefonodon, mert az neked jó, akkor természetesen ugyanolyan felesleges lesz ezt meghallgatni, hiszen nem akarlak meggyőzni, hogy a Linux az jó, vagy a Linux az rossz, vagy a Linux ilyen, vagy olyan, hanem egyszerűen csak azoknak, akik hallottak valamit, jót, rosszat, össze-vissza mindenfélét a Linuxról, azoknak szeretnék egy kis gondolat áramlást, vélemény áramlást adni, hogy ezt feldolgozva el tudják dönteni, hogy nekiállnak Linuxozni, vagy nem. Hiszen nem mindenkinek való, nem mindenkinek felel meg ez az operációs rendszer, és az emberek nagyon nagy része boldogan és jól használja a Windows-t. Hiszen az egy elterjedt, és valljuk be, igencsak kellemesen használható jó operációs rendszer. Ha te elégedett vagy a Windows-oddal, és semmi indítatást nem érzel ahhoz, hogy bizony kipróbáld a Linuxot, akkor igazából ezt fölösleges meghallgatni, maximum érdekes lesz, de nem fogsz belőle okosabb lenni, hiszen én arra szeretnék törekedni, hogy egy jól összeszedett, remélem jól összeszedett véleményt adjak át nektek. Vannak ilyen téveszmék, ami bizony abból indul ki, hogy a Linux bonyolult, nehéz használni, nehéz telepíteni, nehéz beállítani. Ez igaz is. Mondjuk a 90-es években. Akkor igaz volt. Most már nem. Most már a Linux telepítése egy normálisabb, egy fejlettebb, egy felhasználóbarátabb Linux telepítése nem bonyolultabb, mint egy Windows telepítése. Miért? Azért, mert már grafikusan tudod telepíteni. A felvetődő kérdések gyakorlatilag nagyon egyszerűek, megadod a lokalizációdat, nyelvet, hol laksz, mármint budapesti időzónába szeretnél tartozni, meg nagyjából magyar nyelven szeretnél telepíteni, meg erre vagy arra a Winchesterre, vagy SSD kártyára szeretnél telepíteni, és esetleg vannak olyan telepítő rendszerek, amik meg azt is megkérdezik, hogy hát bizony hova tegye a rendszerindítót, amire kapsz te egy ajánlatot, hogy jó lenne, ha ide tennéd, meg esetleg megkérdezik tőled, hogy hát bizony ezt meg ezt meg ezt a programot még pluszba szeretnéd, de feltelepíteni. Gyakorlatilag a mai fejlett disztribúciórendszerben, különböző Linux verziókban bizony nem nehezebb sem telepítést, sem pedig beállítást készíteni, mint akármelyik Windows rendszerbe beteszed a lemezt, vagy jellemzően inkább már az USB drive-ot, és elindítod a telepítést, és ad választ ezekre a kérdésekre. Az internet tele van akár magyar,
akár angol vagy egyéb nyelvű telepítős videókkal. Nézd meg párat! Nézd meg egy pár olyat, ami például az Arch Linux telepítésével foglalkozik, az Arch Linux telepítésével, hiszen ez egy verziója, változata az Arch Linuxnak, és rengeteg telepítős, beállítós videó készült angol nyelven. És megnézed, és ráébredsz arra, hogy ezt telepíteni bizony nem nehezebb, mint a Windows telepíteni. Mindenkinek azt mondom, hogyha éppen nem Arch Linuxot vagy Arch Linuxot szeretne használni, nézzen meg már egy Linux mint telepítéses videót. Hogy hogyan kell telepíteni, milyen kérdések merülnek fel. És ráébred, ez bizony nem nehezebb telepíteni, mint bármely operációs rendszert. Ez a kettő olyan jó kis kezdő belépő szintű, nagyon jó rendszer, tehát itt a belépő szint nem azt jelenti, hogy ez valami ócska, és hát igazából csóringereknek való, akinek nincs pénze normális dologra, és hát belépő szintre lebutítottunk valamit, nem. Itt az belépő szint ebben a szóhasználatban azt jelenti, hogy életemben nem telepítettem még Linuxot, és szeretném megnézni, kipróbálni, és esetleg belemélyedni, ha majd tetszik, azaz nem szeretnék túl sok előtanulmányt végezni, de ezt-azt el szeretnék olvasni róla, ki szeretnék próbálni. Ez a kettő, a Linux mint, illetve az Arch Linux kifejezetten alkalmatos arra, hogy kipróbált te a Linuxot, és a telepítés, jaj, de nehéz a telepítés és a beállítás című téveszmétől megszabadulj. Telepíteni, használni, beállítani mindegyik grafikus felületen mehet, és megy is Linux alatt, azaz nem ütközöl bele olyan problémába, amit nem tudnál megoldani. Azaz a beállítása, ezt általában mindig azt mondják, hogy de nehéz beállítani. Igen, vannak olyan beállítási lehetőségek, amikkel általában kezdő nem találkozik, tehát inkább szerver vagy haladó szintű beállításokról beszél, amit viszonylag nehézkes beállítani, de egy kezdőnek, aki most teszi fel először a Linuxát, nem lesz jó esetben az esetek 98%-ában olyan problémája, amivel ne tudna önmaga vagy egy kis Google keresés után megbírkozni. Ugyanez van egyébként Windows alatt is. Előfordulhat, hogy van olyan hardvered, vagy van olyan program, aminek a telepítése, beállítása nem olyan egyszerű, hiszen utána kell olvasni, és esetleg letölteni, installálni hozzávaló programokat. Oké, tehát az, hogy bonyolult és nehéz beállítani, telepíteni és használni, ez már nem igaz. Grafikusan, azaz szép felületen, terminál használata nélkül, minden beállítást meg tudsz tenni. A telepítés is grafikus, nem okozhat egy átlagosan művelt, mármint úgy értem számítástechnikában művelt embernek egy Linux feltelepítése és használata. A következő érv vagy vélemény vagy ellenérv az, hogy nem úgy működik, mint a Windows. Nem hasonlít a Windowshoz. Hát ez természetesen igaz, hiszen az egyik Windows, a másik pedig Linux. Ennyi. Ha valaki egy Windows klont keres, ami ugyanúgy működik, ugyanúgy néz ki, és átolt szedték ugyanolyan, mint a Windows, az ne használjon Linuxot, igaz? Hiszen, hogyha azt mondom, hogy a körte nem alma, vagy a barack nem dinnye, akkor mindenki kinevet, hogy ja, hát persze, hát ezt mindenki tudja. De sok ember azt hiszi, hogy áttér a Windowsról Linuxra, akkor pont ugyanott lesz minden, pont ugyanúgy fog kinézni, és pont ugyanúgy fog működni. Nem, nem pontosan, hiszen nem egy Windows klont készítettek a Linux képében, hanem egy különálló operációs rendszert, amivel vannak eltérések, hol kisebb, hol nagyobb, de az eltérésekre fel kell készülni. Ha nem akarsz, nem tudsz, vagy nem szeretnél tanulni, akkor ne válts át Linuxra, hiszen itt azért lesznek eltérések, amit meg kell tanulni. Igaz? Egyértelmű, véleményem szerint az emberek 99,9%-a ezzel tisztában van, de olyan jól hangzik, hogy hát a Linux nem Windows. A Windows nem Linux, hát egyértelmű, de ezzel kampányolnak sokan a Linux ellen,
hogy bizony, hát az nem Windows. Hozzá kell szokni ahhoz, hogy itt egy picit, valóban csak egy picit, és igazából felhasználói szinten ez a picit abban mutatkozik meg, hogy a programok neve más, a beállítások egy kicsit mások, máshol van a start menü, máshol van a XYZ eszköz, egy picit másképp működik, de igazi nagyon-nagyon nagy váltás nem lesz, ha például az előbb emlegetett Linux mintet felteszed, vagy az Arch Linuxnak a KDE, Cinnamon vagy GNOME verzióját felteszed, akkor bizony nem lesz olyan nagy váltás, hogy hű, szent Isten, most aztán az egérrel fogunk betűket írni, a billentyűvel pedig az egeret helyettesíteni, szóval ugyanúgy fog működni. Oké, tehát ezt a hülyeséget, hogy nem úgy működik, mint a Windows, felejtsük el, mint ellenérv, hanem fogadjuk el ténynek. A következő ellenérv, illetve vélemény az, hogy a Linux hardware támogatottsága rossz. Ez így alapvetően nem igaz. A Linuxon a hardverjáid 99%-a simán gond nélkül működni fog, azaz, nem rossz a támogatottsága, de van egy olyan réteg a hardverek között, talán a legújabbak, esetleg régebbiek, vagy olyan speciális eszközök, amiket a gyártó nem támogat Linux alatt, azok bizony itt nem fognak működni. Ezen kívül vannak olyan eszközök, aminek a elindítása, beállítása, illetve konfigurálása jellemzően Linux alatt nehézkesebb, jobban oda kell figyelni, vagy egyéb olyan programokat, meghajtókat, kernelfordításokat kell megtenned, ami mondjuk Windows alatt nem fog előfordulni, hiszen ott alapból támogatja a hardware gyártó ezt az eszközt Windows alatt. Itt ki kell emelnem az, hogy az elmúlt 15-20 évben egyre jobban látom azt, hogy a hardware gyártók előszeretettel készítenek, illetve osztanak meg Linuxos meghajtó programokat, és támogatják ezt az operációs rendszert. Nem mindig, nem mindenhol, és nem feltétlen, de elindultak egy jó irányba, hogy a Linux fele is nyitnak, és akár zárt, akár nyílt forráskód mellett bizony támogatják a Linuxos eszközöket, és ők bizony odafigyelnek arra, hogy neked, mint Linux felhasználónak ne legyen különösebb problémája az ő általuk gyártott eszközökkel. Azaz, az a gondolat, hogy bizony Linux alatt nem fog működni neked semmi, és hiába akarod használni, nem lesz ott semmi olyan eszköz, amit te igazából kényelmesen tudsz használni, probléma nélkül tudsz használni, az már elmúlt. Ez a gondolat régi. A legtöbb Linux ellenérv valóban abba gyökerezik, hogy a Linux hajnalán mondjuk 20 évvel, 10 évvel, 15 évvel ezelőtt valóban ezek valós problémák voltak, hogy Linux alatt nagyon-nagyon sok nyomtató, monitor, egér, billentyűzet nem működött normálisan, szkennerek nem működtek rendesen, nyomtatni nehézkes volt, ha csak nem támogatott nyomtatót vettél. Most már ez nem teljesen igaz, illetve az esetek 99%-ában nem is igaz. Azaz, mielőtt Linuxra áttérnél, és vannak speciális eszközeid a gépbe, azért jó, ha megnézed, hogy azt támogatja-e a Linux, illetve van-e meghajtó program, illetve a beállítás mennyire nehézkes Linux alatt, de a többi 99%-ban, amikor egy átlagos géped van, normál boltba vett nyomtató, nem egy nyomdaipari nyomtató, vagy levilágító, vagy egy professzionális szkenner, hanem úgy átlagos hardvered van, akkor nem lesznek neked különösebb hardware problémáid. Ezt el kell felejteni, hogy jaj, Linux alatt semmi nem fog menni, de igen, nekem különösebb problémám nem volt. Az elmúlt 13-14 évben, amikor csak és kizárólag Linuxot használtam. A következő, szintén a régmúltba gyökerező úgynevezett ellenérv az, hogy a Linux csak terminálos.
Csak terminálba tudsz dolgozni, átállsz Linuxra, majd pötyögheted be a parancsokat, és egér az olyan nincs, meg grafikus felület olyan nincs. Hát aki egy-két videómat látta, egyértelműen látható, hogy én grafikus felületen dolgozok, rengeteg mindenre, majdnem mindenre ki van alakítva a grafikus felületű, nagyon-nagyon kényelmes program. Ősi beidegződés. Az ősi beidegződést, hogy ez terminálos és csak abba tudsz dolgozni, felejtsd el. Ha pedig valaki ilyet mond neked, akkor ne vitatkozz vele. Fölösleges, de tudd azt, hogy aki azt állítja, hogy csak terminálba lehet Linux alatt dolgozni, az az elmúlt 10-15 évben élő Linux rendszert bizony nem látott. Természetesen egy szerveren, amihez te igazából nem fogsz hozzáférni, hiszen nem szerver üzemeltetést szeretnél végrehajtani, hanem asztali felületen dolgozni a Linux alatt, hát bizony ott valóban előfordulhat, hogy az emberek 99%-ban bizony terminált használnak, mert az kényelmesebb, gyorsabb és jobb nekik, de egy átlag felhasználó, ha olyan disztribúciót választ, és a disztribúciók nagy része az elterjedt, normál felhasználónak készült disztribúciók összességében elmondható, hogy egy átlag felhasználó soha az életben nincs rákényszerítve arra, hogy ő bizony terminált használjon. Van lehetőség terminált használni. Én is sok olyan videót készítettem, amikor terminálos vagy egyéb eszközöket mutogattam be, mert azok kényelmesek, nekem jobban tetszenek, hatékonyabbnak gondolom, meg különben is én azt jobban szeretem, de nem vagy rákényszerítve. Nehogy arra gondolj, és ez komoly kérdés volt, nem viccelek, hogy le tudnak-e játszani terminálos program nélkül egy MP3-as fájlt a Linux alatt? Természetesen, mindenre. Majdnem mindenre ott van a kényelmes grafikus felület. Igen, sokan mondhatjátok azt, hogy de láttam a videódiat, és ottan aztán bizony olyanokat mutogattál, hogy hűha, rögtön el is megy a kedvem, vagy Linux mindes Zolitól láttam az Arch Linux telepítés, és jaj, szent Isten terminálban. Nem. Ezek egy lehetőségek. Kényelmesek, ha tetszik neked, vagy felejtősek, ha nem tetszik neked. Az esetek majdnem egészében mindenre van grafikus felület. Én azért mutogatok sokszor terminálos megoldást, vagy írok olyan cikket, ami terminálos programról szól, mert szeretném azt az elvet elterjeszteni, hogy a terminálos munka, azaz a terminálba való begépelés, paraméterezése egy programnak, vagy egy script megírása nem ördögtől való, mert sok esetben gyorsabb, hatékonyabb és kényelmesebb, mint a grafikus felület, igaz? Én sok esetben úgy gondolom, hogy ezeket terjeszteni kell, de nem kötelező. Ha neked ellenérzésed van, hogy terminálba dolgoz, akkor ne abba dolgoz, hanem keressél rá grafikus programot, ami ugyanúgy el fogja végezni számodra ugyanazt a munkát. Oké? Tehát az, hogy csak terminálban, az baromság. Az az igazság, hogy aki akar abba, aki akar grafikus felületen, és aki akar, mind a kettőt tudja használni, megvan a lehetőség. Vegyétek észre, hogy a Windows ősi grafikus felületű, nagyon jó operációs rendszer, XP 3.1-es, 3.1-es óta használtam, az kifejezetten grafikus, és nyitott ezekre a terminálos dolgokra, már ott is egyre fejlettebb, a nem a grafikus, hanem a terminálos lehetőségek, amiket te tudsz ott használni. Miért? Mert van rá igény, hogy te használod vagy nem ott is, és itt is te fogod eldönteni. Hidd el nekem, hogyha szeretnél fejlődni, és érdekel a rendszer, és amúgy is te egy innovatív gyerek vagy, akit érdekel, hogy hát mi hogyan működik, és picike kis finomításokat szeretnél tenni, és olyanokat szeretnél elvégezni, amit te kitalálsz, és hát bizony arra nincs kész grafikus program, akkor úgyis át fogsz térni arra, hogy kinyitod a terminált egy kattintással, és megpróbálod. Természetesen ezt tanulni kell,
De hogyha van indítatásod, itt semmi elől nem vagy elzárva, nem vagy sem egyikre, a terminálra, sem a másikra, a grafikus felületre rákényszerítve. Ez a jó a szabadabb szoftver összeállításba, a Linuxba, meg egyéb operációs rendszerekbe, hogy itt nem kényszerítenek semmire. Ha egyik tetszik, azt használod, ha másik tetszik, azt használod. Oké? De azt is kell tudni, ha te egy átlagos felhasználó vagy, aki arra tette fel a Linuxot, hogy bizony az egy jó rendszer, levelez, szöveget ír, képet szerkeszt, videót vág, annak hát életében nem kell a terminál. Mert miért kéne egy grafikus programmal elvégezhető, nagyon kényelmesen szerkeszthető videóvágásnál terminált megnyitni? Miért kéne? Hiszen arra ott van a grafikus program. Aki nem akar nagyon belemélyedni, annak nagyon-nagyon ritkán egy-két dologba esetleg előfordul, hogy terminálos parancsal gyorsabban megoldja, de hát akinek nem tetszik, az nem fog terminálozni, nem vagy rákényszerítve. Így nem úgy indul, hogy terminálba be kell leszírni kilométer hosszú parancsokat, és ha elütöd, akkor vége a világnak. Így úgy indul a legtöbb disztribúció, hogy alapból elét tesz egy szép grafikus felületet, amire jó esetben fel van telepítve majdnem minden program, ami neked kell, és a telepítés, leszedés, installáció, beállítás grafikus felületen megy. Azaz felejtsük el ezt, hogy jaj, csak terminálba lehet, ha ezek kockának való, ó, szent Isten, hát aztán majd neked kell álmodtan gépenni, lekopnak az új, na hát felejtsük el ezt a dumát, jó? Ez már nem igaz. Oké, nagyjából ennyit terveztem mára, bár lehetett volna egy kicsit hosszabb, hiszen több, sokkal több ilyen téveszme van, későbbiekben majd lesz róluk szó, de hát lényeg az mára ennyi. Az a lényeg, hogy meghallgattatok, és az a lényeg, hogy talán sikerült átadnom azt a gondolatot, hogy bizony nem kell elhinni mindent. Ha valaki azt állítja, hogy a Linux-szal csak terminálozni lehet, az interneten 1000 plusz egy olyan videót találtok, amikor látjátok azt, hogy grafikus felületen állogat, csinál, készít, akár milyen feladatot ellát az ember Linux-szal, akkor ne higgyétek el ezeket a téveszméket. Én merem remélni, bár ez azt hiszem nem teljesen így van, de merem remélni, hogy akik ilyeneket terjesztenek, mármint amikről volt szó, meg későbbiekben lesz szó, azok teljesen a tudatlanság, ismerethiány, a jó szándék mentén teszik ezt, de sajnos azt tapasztaltam, hogy sok ember úgy terjeszti ezeket a dolgokat, hogy egyáltalán utána se néz, át se gondolja, csak zsigeri gyűlöletet, utálatot érez a más iránt, ami más, mint a Windows-a, ami más, mint amit ő megszokott, és úgy gondolja, hogy neki, vagy a Windows-nak, vagy a kedvenc rendszerének konkurencia a Linux. Pedig nem. A Linux egy kis rendszer, ami nagyon-nagyon jó, de nyilvánvalóan, aki látott már statisztikát, ha most azt mondom, hogy 3-5%-ba használják asztali környezetben a Linuxot, akkor lehet, hogy túloztam. Tehát ez nem konkurencia, semmelyik operációs rendszerek nem kényszerít senki arra, hogy te Windows-t használj, nem kényszerít senki arra, hogy te Linuxot használj. Én azt mondom, hogy előtted a választás, eldöntöd, hogy mi az, ami neked jó. Köszi szépen, sziasztok!